Sokan már a gimnáziumi éveik legelején arra készülnek tudatosan, hogy megszerezzék a nyelvvizsgát. Szabó Anna Mária, az egyik szekszári nyelviskola vezetője azt mondja, a diákok 40%-a érkezett kifejezetten a nyelvvizsga megszerzése érdekében a nyári intenzív tanfolyamaikra. Az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a középiskolás diákok száma, leginkább a nyári intenzív tanfolyamokon, hiszen nekik is erősödik a nyomás mind az iskola részéről, mind a szülők részéről, hogy letegyék az asztalra a nyelvvizsgát minél korábban, amivel nem biztos, hogy én egyetértek. Az én meglátásom szerint mondjuk 11. osztály végére, vagy végén érdemes megszerezni a nyelvvizsgát. A szakemberek és tanárok arra figyelmeztetnek, a közoktatásban nagy létszámú osztályban tanító, leterhelt tanárok nem biztos, hogy képesek felkészíteni a gyerekeket egy nyelvvizsgára. A szülők emiatt küldik gyermeküket magánórákra, mert attól félnek, hogy az iskolapadban megszerzett idegen nyelvtudás nem elég egy nyelvvizsgához. Érkeznek ilyen diákok is, akik egy kicsit le vannak maradva, illetve vannak olyanok is, akik erősebbek, mint a csoporttársaik. Nincs könnyű dolguk a kollégáknak a közoktatásban. Én azt gondolom, hogy ilyen nagy létszámú csoportokkal nagy eredményeket elérni nem könnyű. Nem lehetetlen, de tényleg nincs könnyű dolguk. És ugye ott lebeg, hogy a nyelvvizsgát meg kell szerezni. Természetes, hogy a szülők és a diákok is keresik a lehetőségeket. Az oktatási hivatal adatai is azt mutatják, hogy komoly gondot jelenthet ez a szigorítás. Az idén felvételizőknek közel 70%-ának volt legalább középfokú nyelvvizsgája. Ha már idén kötelező lett volna a nyelvvizsga, több mint 19 ezer diák, a felvettek harmada nem jutott volna be a felsőoktatásba. A tanárképzés helyzete a legaggasztóbb, ahol a felvettek közel felének 47%-ának nem volt nyelvvizsgája. Szakemberek szerint az égető tanárhiány miatt sem lenne szerencsés, ha ez a szabály életbe lépne jövő évtől, mivel akkor a potenciális tanárjelöltek közel fele nem jutna be a felsőoktatásba. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és más szervezetek is tárgyalnak a kormánnyal annak érdekében, hogy legalább részterületeken halasszák el a kötelező nyelvvizsga bevezetését.